Főtisztelendő és excellenciás érsek úr, püspök úr, főtisztelendő atyák, igen tisztelt rektorasszony, kedves képviselő úr, tisztelt hallgatóság! Különleges és örömteli pillanat számunkra, hogy érsek atya meghívására ellátogatott közénk dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, hogy előadásával megtiszteljen bennünket, és hogy növelje a tudásunkat, és remélhetőleg növelje az egyházról való ismeretünket és egyházunk iránti szeretetünket. Nem ismeretlen számunkra, legalábbis az atyák számára, hiszen én magam is visszaemlékszem arra, hogy néhány évvel ezelőtt egy nagyszerű lelki gyakorlatot tartott itt nekünk, amelyen magam is részt vettem, amely elmélyült volt, de ugyanakkor nagyon összeszedett, konkrét. Néhány szót hadd szóljak püspök atya életútjáról. Győr szülöttje, és 1963-ban szentelték pappá. Utána a Veszprémi Egyházmegye területén dolgozott lelkipásztorként, többek között Nagykapornakon, Kiskomáromban, Nagykanizsán, Siófokon, Balatonfüreden, majd ismét Nagykanizsán. Közben 1969-ben teológiai doktorátus szerzett Budapesten, 1973 és 75 között pedig Strasbourgban szerzett doktorátust vallástudomány szakon. Ezután Szegeden volt teológiai tanár, majd utána Budapesten a központi szemináriumban töltött be spirituális tisztséget 1977 és 1985 között. Utána ismét a lelkipásztorkodás várta Veszprémben egészen 1991-ig, amikor is kinevezést nyert a győri püspöki székbe, amelyet 25 éven keresztül egészen 2016-ig töltött be. Miközben lelkipásztorkodott, miközben a kispapok lelki ügyeiért felelt, miközben püspökként vezette az egyház megyéjét, közben arra is volt energiája, hogy tudományos munkát végezzen, különböző könyvei, tanulmányai jelentek meg, amelyeket nem sorolok föl, csak néhányat szeretnék közülük megemlíteni. Többek között a Keresztény hit alapjai című kétkötetes művet, amely 2003-ban jelent meg, a Napba öltözött ember, Prohászka Ottokár, amelyet a Szent István Társulat adott ki 2006-ban. Ugyancsak ebben az évben jelent meg egy interjú kötet vele, Te kövess engem címmel. Amit még most ki szeretnék emelni, a 2018-ban ugyancsak a Szent István Társulatnál megjelent mű, 12. Pius és a zsidók. Ez a mű azért is fontos, vagy azért jelentős számunkra, hiszen a mai előadás pontosan ezt a művet fogja érinteni. Az egyház 2000 éves történetének során előfordulnak úgynevezett neuralgikus pontok. Olyanok, amelyeket sokan igyekeznek fölhasználni az egyház lejáratására, illetve hiteltelenné tételére. Gondoljunk csak a keresztes háborúkra, az inkvizícióra, a Galilei perre, és még sorolhatnánk. A 20. század egyik legfájóbb rágalma az, hogy az egyház antiszemita, illetve hogy passzívan viselkedett a zsidó holokauszt idején, és ennek az időszaknak a pápája 12. Pius. Most fölkérem püspök atyát, hogy tartsa meg előadását, amellyel remélhetőleg megtisztítja ezt a képet, amelyet körülöttünk terjesztenek mindenféle sallangtól, mindenféle félremagyarázástól. Megkérem tehát püspök atyát, hogy tartsa meg az előadását, mi pedig tisztelettel hallgatjuk. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és a címe az előadásnak 12. Pius és a zsidók. Aktuális nagyon a téma, de különösen, hogy erről egy előadást készítettem, az indított ebben meg, hogy megjelent egy amerikai
zsidó rabbinak, történész professzornak, David Dalinnak a könyve ezzel a címmel, 12. Pius és a zsidók. Fényképe is itt van, de nagyon pici, és nem nagyon lehet látni. Tulajdonképpen ennek a könyvnek a születése, és itt az előzte meg, hogy megjelent angolul John Corvelnek egy könyve, azzal a címmel, hogy Hitler pápája. És aztán megjelent más nyelven is, franciául is kiadták, ott már egy kicsit finomabb címet adtak neki, az volt, hogy a pápa és Hitler. És ez a David Dalin a könyvét pontosan azért írta, mert fölháborította ez a könyv, hogy 12. Pius mint Hitler pápáját emlegették, és a következőt írja a könyvének az elején, hogy 12. Pius is megérdemli, hogy legyen elismerve, mint a világ igaza, és ez az, amit a jelen könyvben szeretnék bemutatni. Az ő könyvét vettem alapul az előadáshoz. Mindjárt azzal kezdi, majd ezt persze másokra is próbálok hivatkozni, mert hiszen ez 2005-ben jelent meg, és olyan bőséges most már az irodalom, hogy szinte évről évre jelennek meg új könyvek, amiből újra és újra ki kell egészíteni. Amikor 12. Pius meghalt 1958. október 9-én Castel Gandolfóban, akkor az egész világ azt vallotta, hogy egy nagy pápát veszítettek el. Az út mellett 1,5 millió ember várakozott, majd amikor a Szentpéter bazilikába felravatalozták, hatalmas tömeg állt sorban, hogy utoljára eléje járulhasson. A rómaiak a Defensor Civitatis ünnepelték benne, a város védőjét. Mások a béke pápájaként, vagy angyali pásztorként jellemezték. A világsajtó véleménye is egyértelmű volt. A pápa szembeszállt kora totalitárius rendszereivel, a nemzeti és a nemzetközi szocializmussal, százezereket mentett meg a biztos haláltól, a nyomortól és az üldöztetéstől. Az ENSZ-nek a közgyűlésének az elnöke Charles Malik a következőket mondta róla. 12. Pius többet tett a világ békéért, mint bármely más államférfi. Hasonló hangnemben nyilatkozott Eisenhower, az USA elnöke, a francia elnök René Coty, az NSZK-nak az elnöke Theodor Heiss is. Izrael belügyminisztere, később miniszterelnöke, Golda Meir pedig azt írta, amikor a náci terror évtizedében népünk szörnyű mártíromságot szenvedett, a pápa felemelte szavát, hogy elítélje a hóérokat és kifejezze az áldozatok iránti együttérzését. Mindezekből látható, hogy csak idő kérdésének tekintették, hogy mikor avatják boldoggá, majd szenté, sőt már a nagy jelzőt is megajánlották neki. Azonban alig telt el 6 esztendő, és minden megváltozott. A változásnak a kezdete Rolf Hofhutnak a botrányos drámája helytartó volt. A baloldali berlini Tagesspiegel Szabad Népszínház előadásában 1963. február 20-án bemutatott darab úgy ábrázolja 12. Piuszt, mint aki bár látta a nemzeti szocialisták népirtását, néma maradt. Hofhut a Hitlerjugend tagja volt, a háború után később egy könyvkiadónál lett szerkesztő, 1959-ben Rómába ment, és mikor onnan hazajött, azt állította, hogy kortárs tanúkkal találkozott, és a tőlük kapott információt dolgozta fel a könyv drámájában. Ma már azt is tudjuk, hogy kik voltak ezek a tanúk. Az egyik egy Bruno Wüstenberg nevű német pap volt az államtitkárságról, aki bosszút akart állni 12. Pius pápán, mert világias életvitele miatt sose léptette elő. A másik Alois Hudál püspök, az Anima rektora, aki a régi nácikkal igen jó kapcsolatban állt, és akik közül sokakat ő segített, hogy Dél-Amerikába meneküljenek. Majd az ő neve még előkerült többször is. Hofhut úgy ábrázolta 12. Pius, mint egy jéghideg, álszent bürokratát, akit jobban érdekeltek a Vatikánnak az aktacsomói, mint a zsidók millióinak a halála, és aki nem akarta elutasítani Adolf Hitlert, mert a bolsevizmus elleni küzdelemben szükség volt rá. Majd erre is szeretnék visszatérni. Ma már tudjuk, ugye a egykori román hírszerző, a Securitatónak, tehát ennek a tábornoka, Jon Mihai Pacsepa, az 1978. júliusban nyugatra ment és disszidált. És ott bevallotta, hogy
tulajdonképpen a 12. Pius elleni akciót, beleértve ezt a drámát is, maga Nyikita Szergejevics Hruscsov megbízásából írták, és az igazi ok tulajdonképpen az volt, hogy 12. Pius a háború előtt elítélte a nácizmust is és a kommunizmust is. A háború után nácizmus már nem volt, a kommunizmus továbbra is elítélte, és ezt szerették volna a szovjetek hiteltelenné tenni. Ezek voltak azok az első, hát ez a dráma különösen, aztán könyvek is, amelyek 5-6 évvel a pápa halála után jelentek meg. Akkor volt egy-két zsidó író is, aki bírálta a 12. Pius, majd rájuk is ki fogok térni, de hozzá kell tennem, hogy ők is az akkori Kelet-Németországból, tehát megvolt ennek is a pártpolitikai háttere. Ugyanakkor a David Dalin azt mondja, hogy a következő nagy hullám a 12. Pius ellen az a 70-es, 80-as években volt. És meg is fogalmazta azt, hogy tulajdonképpen ezeknek a következő támadásoknak, az új könyveknek a szerzői többnyire egykori kispapok és kilépett papok voltak. Ez a Goldhammer is egy kispap volt többek között. És akik már II. János Pál pápán akartak bosszút állni a 12. Piusról szóló írásaikkal, mert II. János Pál a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit hajtotta végre, és nem az ő liberális elképzeléseiket. De ezek közül megemlítenék egy-kettőt, Gilles Gary, a Pápa bűne című könyvnek a szerzője. Aztán a John Corvell, Hitler pápája, ugye ez ellen írta a könyvét a David Dalin. Aztán egy Daniel Goldhagen, a Katolikus Egyház és a Holocaust Berlinben jelent meg, ez 2002-ben. Aztán egy James Carrollnak a könyve, a Konstantin kardja. És még sorolhatnánk a könyveket. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg Péter Fierek, amerikai professzor, hogy a katolikus ellenesség az értelmiség antiszemitizmusa. John Corvell például egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy számára 12. Pius csupán példa, akin keresztül a centralizált pápaságra épült egyház kudarcát be lehet mutatni. Nem csoda, a könyve nem csak a baloldali értelmiség köreiben, hanem sok decentralizált, úgynevezett alulról jövő egyházban, és a mi vagyunk az egyház jelszó alapján működő katolikus közösség tagjai között is kedvező visszhangra talált. David Dalin professzor mindezt megelégelte, hogy tudnik a baloldali elit a zsidó nép tragédiáját a pápaság és a tradicionális katolikus tanítás elleni támadásra használja fel. Szerinte ellen kell szegülni annak a törekvésnek, hogy a holokausztot eszközként lehessen felhasználni. És akkor most nézzük meg, hogy az egyház ezekre a támadásokra hogyan reagált, hogyan válaszolt. Az egyház folytatta a 12. Pius boldogavatási eljárását, mindegy 2500 oldalnyi anyag gyűlt össze a úgynevezett pozíció 6 kötetében, ami már le van zárva. Az ügynek a posztulátora, a jezsuita Páter Peter Gumpel történész, jezsuita professzor, aki szintén zsidó származású volt, és akinek a nagyapját a nácik ölték meg, édesanyját pedig többször bebörtönözték. Gumpel keserűen jegyezte meg, hogy 12. Pius amerikai ellenségei őt is nácinak, és az egykori Hitlerjugend tagjának titulálták, holott hát ő zsidó származású volt. 2007. május 8-án az egyház kijelentette, hogy 12. Pius hősi fokba gyakorolta a keresztény erényeket. 2009. december 19-én pedig 16. Benedek pápa megnyitotta az utat a boldogavatás előtt, és a tiszteletre méltó címmel ruházta fel, aláírta a dekrétumot. Közben tekintettel az elhangzott vádakra az egyház a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával válaszolt. 6. Pál utasítására 1965-ben a Szent Cég publikálta a Szent Cég II. Világháborúval kapcsolatos okmányainak, dokumentumainak első részét. Ez 1965 és 82 között 12 vastag kötetben jelent meg ez a gyűjtemény. A híradások természetesen erről nem beszéltek semmit. Én is csak úgy tudtam róla, hogy akkor Nagykanizsán voltam káplán, és ott a Balogh József atya, aki később Pesten is volt egyháztörténelem professzor egy rövid ideig, neki mindezek a kötetek megvoltak, és akkor láttam nála. Legújabban Ferenc pápa 2020, illetve II. János Pál 2003-ban
válaszol a boldogavatás lehetőségének a kritikáira, megnyitotta a Vatikán archívumait a történészek előtt az 1922 és 1939 közötti időszakban. És legjobban Ferenc pápa 2020. harmadik hó másodikán megnyitotta a Vatikáni Levéltárnak egész 1958-ig való iratait, tehát a pápa haláláig. Azóta jelent meg John Icke-nek a Vatikáni Államtitkárság második szekciója történelmi levéltára kutatójának egy könyve 2020-ban, és magyarul is kiadták, még pedig az Európai Könyvkiadó adta ki 2021-ben, 12. Pius és a zsidók címmel. Tulajdonképpen ez a kötet nem 12. Pius és a Szentszéknek a világháború alatti tevékenységének a monografikus feldolgozása, sokkal inkább olyan esettanulmányok sora, amelyek ízelítőt adnak a források és a téma gazdagságából. Az alcíme Pacelli listája. És tulajdonképp 2800 segélykérő levelet vesz elő, amit üldözött zsidók írtak 12. Piusnak, és mind a 2800-at végigköveti, hogy a pápa ezekre hogy reagált, mit tett. Az előbb mondtam, hogy zsidó bírálatok is voltak még a 60-as években, tehát az első hullám alatt, és így ilyen volt például a Saul Friedlander, 12. Pius és a harmadik birodalom, magyarul is természetesen megjelent 1966-ban, aztán Günther Lévi, a katolikus egyház és a náci Németország, ez is 64-ben, ez is magyarul is természetesen megjelent, és ezekkel a munkájukkal hamis képet nyújtottak 12. Pius tevékenységéről. Ezeknek a műveknek a történelmi hitelességét azóta komolyan kétségbe vonták. Lívia Rothkirchen, a szlovák zsidóságnak a kutatója a Yad Vashemben írt egy gyilkos elemzést erről a két könyvről. Ugyanakkor 12. Piusnak akadt egy nagy zsidó védője is, Pinchas Lapide, izraeli diplomata és történész, 1967-ben publikálta alapvető művét Három pápa és a zsidók címmel. Ebben kimutatta, hogy 12. Piusnak meghatározó szerepe volt minimum 700, ha nem 800 ezer zsidó életének a megmentésében, akikre a biztos halál várt. És van egy magyar érdekessége is, egy neves magyar zsidó történész Lévai Jenő. Őt is elkeserítette a hallgatás vágya, amivel illették 12. Piuszt. 1968-ban jelentett meg egy könyvet, de persze angolul és külföldön. A magyar zsidóság és a pápaság 12. Piusz nem maradt hallgatak címmel. De ez csak angolul jelent, ezt magyarra persze nem fordították le. Az előszót Kempler írta a Nürnbergi per amerikai képviselőjének az előszavával jelent meg. Mihály Tajakoczó, a római zsidóság elleni náci razziák szakértője és túlélője, energikusan védte meg 12. Pius Róma megszállása alatti szerepét, megemlítve, hogy a pápa személyesen vett részt a mentőakciókban, tetteivel mindegy 5000 római zsidó életét oltalmazza meg. Utasításokat adott, utasítására ezeket az embereket a Vatikán területén és számos kolostorban rejtegették. Tajakoczó a következőt írja. Tisztában vagyok, hogy sokan bírálják Pacelli pápát. Az asztalomon van egy könyv, Rágalmak 12. Piuszról címmel. De az én véleményem nem lehet más, csak pozitív. Ez a pápa volt az egyetlen, aki közbelépett, megakadályozva a zsidók deportálását 1943. október 16-án, ez volt a razzia Rómába, és rendkívül sokat tett, hogy közülük ezreket elbújtasson és megmentsen. És itt a könyvében David Dalin egy rövid kis történelmi kitérőt iktatott be, egészen röviden szeretném csak ismertetni, amelyben a katolikus egyház és főleg a pápaság és a zsidók történetének a kapcsolatáról beszél. Idézi az amerikai történész Thomas Maddent, aki szerint is idézett, minden intézmény között a katolikus egyház volt az egyetlen Európában, amely rendszeresen elítélte a zsidók üldözését. Így folytatja, az egész középkor folyamán Róma és az egyházi állam volt az egyetlen olyan hely Nyugat-Európában, ahol a zsidók minden időben megvoltak kímélve a támadástól és kiűzéstől. Ezt követően felsorolja a pápák védelmi intézkedéseit, Nagyszent Gergely pápától ugye 604-ben halt meg, napjainkig. Külön kitért arra, hogy volt az úgynevezett rituális gyilkosság vágya, amit a pápák mindig elítéltek. Ez a jelenség ez egész Európában futótűzként terjedt, főleg Angliában 1140 és 1150 között.
Ugye ez, azzal vádolták a zsidókat, hogy húsvétkor gyerekeknek a vérét keverik bele az ételükbe, ami hát természetesen egy nonsens dolog volt, hiszen a vér, még az állati vér is teljesen tiltott a zsidók számára. Csak érdekességként említem meg még ebbe a történelembe, hogy 13. Leó pápa például védelmébe vette Alfred Dreyfus kapitányt, akit hazárulással vádoltak, ez egy zsidó kapitány volt, ugye a Jacques Cus, erre jelent meg az a tiltakozó írás, és ő teljesen elítélte az őt ért vádakat. Külön is kitér egy nagy pápára, személyesen 11. Piuszra, aki 22-től 39-ig volt pápa. Előtte lengyelországi nuncius volt, és nyíltan jelezte, hogy a Szentszék szigorúan elítéri az antiszemitizmus minden tüzét. Bizonyára Lengyelországban azért tapasztalt egy-két dolgot. 1928-ban pedig pápaként már akkor kiadott egy az antiszemitizmus nyíltan elítélő dekrétumot. Azt is tudjuk, azt majd még fogom említeni, hogy a bíboros államtitkár Pacellinek a megbiztatására. Az 1930-as években 11. Pius úgy tekintett Hitlerre, mint Krisztus és az egyház legnagyobb ellenségére, és az antikrisztushoz hasonlította. A Horogkereszttel kapcsolatban pedig 1939. februárjában ezt írta, Krisztus keresztjével ellenséges kereszt. 1937-ben pedig, március 17-én megjelent a Mitbrennender Sorge égő aggodalommal kezdetű német püspöki karhoz intézett német nyelvű enciklikája, ami teljes terjedelmében és minden német templomban felolvastak. És ez az enciklika nyíltan elítélte a náci ideológiát. Itt még nem a zsidóüldözésről volt szó, 37-ben jelent ez meg, hanem a náci ideológiát, a faji ideológiát ítélte el. A nácik erre bosszúból azt kezdték híresztelni, hogy a 11. Piusnak az anyja egy holland zsidó lett volna. Emlékszem rá, még káplán voltam, amikor az öcséméktől kaptam karácsonyra egy könyvet, az utolsó 2-3 pápáról Magyarországon jelent meg, és a 11. Piuszról ilyenek voltak akkor is ebbe a könyvbe még. Ugye akkor még ez volt, mikor volt, 80-as években, de még a rendszerváltás előtt. Csak megjegyzem, hogy ugyanannak az 1937. évnek két nappal korábban megjelent egy másik enciklikája és 11. Piusznak, a Divini Redemptoris, ebben pedig az istentelen kommunista diktatúrát ítélte el. Egy olyan megjegyzést tett, két szóból áll, csak tulajdonképpen, amit azóta se tudnak megbocsátani neki, kommunista ideológiáról azt írta, hogy intrinsece perversus, tehát a legbelsőbben pervers. Andrea Tornielli a 12. Piuszról szóló nagy vastag könyvében mondja, hogy Pacelli nem volt 11. Pius antikommunista enciklikájának az inspirátora. Tehát tudjuk, hogy a nácizmus ellen írt enciklikáját 11. Piusnak azt a Pacelli állt mögötte, és ő fogalmazta, míg a Mitbrennender, mind a Divini Redemptorist, azt amögött nem ő állt, azt mások fogalmazták. Amikor Benito Mussolini Hitler római látogatásakor Horogkeresztekkel rakta tele egész Rómát, akkor 11. Pius elhagyta a várost, Castel Gandolfóba ment. Ezt a David Dalin is így mondja, de viszont azóta már például a Tornielinek a vastag 12. Pius és a zsidók című könyvében benne van, hogy a 11. Pius nem azért ment el Castel Gandolfóba, mint hogyha ő mindenképp ki akarta volna kerülni azt, hogy Hitlerrel találkozzon. Ő találkozott volna Hitlerrel, kész lett volna arra, hogy fogadja, de csak azzal a feltétellel, hogy a találkozás után a német kancellár elkötelezi magát egy változtatást a politikájában. Egy olyan iránymutatást, amit a Führer nem volt hajlandó megtenni. Tehát még ott is a lehetőséget megadta arra, de feltételeket szabott, és mikor ezt nem teljesítették, akkor Castel Gandolfóba ment Pacellivel együtt. 1938. november 6-án 11. Pius egy belga zarándok csoportot fogadott. Az zarándokok egy könyvet adtak át neki, belelapozott pár sót, elolvasott bele, és a következőt mondta: nem tudom megakadályozni magamat, hogy mélységesen meghatódva legyek. Az antiszemitizmus nem fér össze az ebben a könyvben kifejezett gondolatokkal és valósággal. Az a gyűlölet mozgása, amelyben mi keresztények semmilyen módon nem vehetünk részt. Az antiszemitizmus elfogadhatatlan, lelkileg mi mindannyian szemiták vagyunk. Most ez az Osservatore Romanóban nem jelent meg, pontosan azért, mert a 11. Pius ezt rögtönözte. Az, hogy mi jelent meg az Osservatore Romanóban, azt már reggel leadták. És
mondja is a könyvnek a szerző, hogy a 11. piuszra egyébként is jellemző volt az, hogy szeretett rögtönözni, még a hirtelen indulatait nem uralkodott. De mindenképpen ezt, amit ott mondott, ezt összes újságok átvették, és az egész világon mindenki előtt ismert lett. Aztán 12. piuszról, ugye a Eugenio Pacelli néven római arisztokrata családba született 1876-ban. A családjának a tagjai 1819 óta a szentszék szolgálatában álltak. Ezeket a római nemesi családokat hívták úgy, hogy a noblesse noire, tehát a fekete nemesség, akik nem a Unita Italia, hanem mondjuk a szentszéknek a szolgálatában álltak később is. Szülei összejártak néhány zsidó családdal, így például az Altári familiával is. Az Eugeniót állami liceumba iratták, érdekes módon nem egyháziba, amely a szabad gondolkodók fészkének számított. Több zsidó osztálytársa is volt, az antiszemitizmus ismeretlen volt számára. Sőt, egyik zsidó osztálytársánál például részt vett egy szombatesti liturgikus vacsorán. 18 évesen aztán döntött, a papságot választotta, tanulmányait a római pápai Gergely Egyetemen és a Kaprenica szemináriumban folytatta. 1902-ben doktorált mindkét jogból és teológiából. Ezt követően a diplomata képzőnek lett a tanára. 1904-től Pietro Gaspari bíboros vezetésével 12 éven keresztül a kódex revízión dolgozott. Tudjuk, hogy ennek a adatait dolgozta fel, aztán később Serédi Justinian, a későbbi eszterházi bíboros hercegprímás több kötetbe, persze nem az ő neve alatt, mikor aztán már bíboros lett, akkor jelent meg az utolsó kötet, az már az ő neve alatt jelent meg. Közben Rómában jogot tanított, 1911-ben az Amerikai Katolikus Egyetemen is egy ideig, Pacelli. 1914-ben Gaspari helyett a rendkívüli egyházügyek kongregációnak a titkárává nevezték ki. És 1916. februárjában Gaspari az ő javaslatára elítélte az antiszemitizmust, tehát már 1916-ban. Most a Pacelli bíboros és a zsidók. 1917. május 13-án, tudjuk, hogy ez az első fatimai jelenésnek a napja, 15. Benedek pápa, miután kinevezte müncheni unciusnak, ő maga szentelte fel, és bajor földre küldte nunciusnak. Akkor a bajor királyságban volt nunciatúra, a császárságban, Berlinben nem volt. De hát azért ott is képviselte azért bizonyos értelemben a szentszéket. Ott volt 12 évig Németországban, 1929-ben visszatért Rómába, és bíboros államtitkár lett. Münchenben jó barátságot ápolt Bruno Walter zsidó karmesterrel, rajta keresztül Gustav Mahlerrel is, később mindketten katolizáltak. Pacelli a barátjuk, ugyanakkor a lelki vezetőjük is volt. 1917-ben, erről mi sok nem is nagyon tudtunk, hogy ilyen létezett, a bajor kommunista aktivitás elindult. Az alapítója Rosa Luxemburg volt, egyik vezetője pedig a szovjet barát Eugen Levin, és a tagjai között számos asszimilálódott és szekularizálódott zsidót találhatunk. Ezeket mind a David Dalin írja. 1918. november 7-én kitört a forradalom Bajorországba. Levin és Kurt Eisner, szintén egy nem hívő zsidó vezetésével megalakult a rövid életű Bajor-Szovjet köztársaság. A diplomaták elmenekültek az országból, Pacelli maradt. Hát ahogyan viselkedtek vele, elrabolták az autóját, pisztolyt szögeztek a homlokához, megfélemlítették, és így tovább, de ő azért bátran ott maradt, és az egészről jelentést küldött Rómába, mint nuncius. Később aztán egyesek ezt a jelentést próbálták felhasználni ellene, hogy azzal is mutassák, hogy mennyire antiszemita, mert leírta, hogy ennek a bajor szovjet köztársaságnak kik voltak a vezetői, és leírta azt is, hogy ezek többnyire zsidók voltak. Nem hívő, szekularizált zsidók. Erre azt mondja a David Dalin, hogy tulajdonképpen itt semmi más nem történt, mint hogy mint nuncius teljesítette a kötelességét, és az eseményekről beszámolt Rómába a főnökeinek. Az, hogy azt írta, amit írt, azt azért írta, mert ez történt. És ennek semmi köze az antiszemitizmushoz, mondja a zsidó rabbi David Dalin. Aztán Berlinben is
átvett, tehát ott is nunciusként is szerepelt Berlinbe, először még a császár alatt, aztán utána pedig már a Weimári köztársaságnál, és az új Weimári köztársaságban ő volt az első hivatalos külföldi politikus, akit mint követet oda küldött az egyház, és aztán 1933-ban aláírták a Németország és Szentszék közötti konkordátumot, amit ő készített elő. Ezzel sokan ismét támadták a Pacelli bíborost. Ezzel szemben a zsidó történész József Sánchez szerint a konkordátum egy realista diplomáciai elképzelés volt, hogy védje a német katolikusokat és a katolikus egyház szolgálatának a szabadságát. Egyébként a Tornielének a könyvében valami 20-30 oldal csak arról szól, hogy a konkordátum megkötése után valami 40 tiltakozó jegyzéket küldött a bíboros államtitkár, annyiszor nem tartották be, vagy még többször is, és ő tudta kezdetől fogja, hogy nem fogják betartani, de akkor mégis lehetett valamire hivatkozni, ami ellen tiltakozni tudott. A konkordátumot a németek javasolták, emlékeztet Sánchez, és a Vatikán számára egy egyszerű elutasítás hátrányos lett volna a német katolikusok jogait illetően. Erkölcsileg a német zsidók nézőpontjából is jogos volt, mivel 33. júliusában, amikor aláírták, Hitler még semmiféle antiszemita törvényt nem hozott. Nem okozta ez a konkordátum a német centrumpártnak a bukását sem, szinte ezzel is sokan vádolták Pacellit, mert az akkor már nem létezett. 33. július 5-én már, két héttel a konkordátum aláírása előtt tagjai elhatározták a feloszlatását. És itt most van egy érdekes, mert ezt a képet akkor megnéznénk. Mint a diplomáciai testületnek a doajenje, részt vett Pacelli a Hindenburg elnök 80. születésnapján tartott nagy rendezvényen. Ez pedig 1927. október 2-án volt. Tehát amikor még Hitlerről szó se volt itt igazába, akkor még a Hindenburg volt az elnök és más a kancellár. És a Hindenburg rezidenciájából bőkabátban kilépő nunciust ábrázoló fényképet később a John Corwell a Hitler pápája című könyvének a címlapjává választotta, csak hogy 1927 helyett 1939-re datálta, és ezzel mindegy azt akarta mutatni, hogy lám a Hitler által tartott fogadáson ott van, és onnan jön ki. Holott ez 10 évvel előtte történt, amikor a Hindenburg elnöknek a fogadásáról jött ki, mint a diplomáciai testület doajenje. A könyv angol nyelvű képaláírása szerint Pacelli bíboros a későbbi 12. Pius távozik az elnöki palotából 1939. márciusában. Ennyit az intellektuális becsületességről. Majd ezzel kapcsolatban még egy lapot szeretnék megmutatni, de majd a végén, ami nem közvetlenül kötődik a témához. 12. Pius, mint pápa. 1939. március 2-án 12. Pius néven pápává választották. A koronázására majdnem minden nemzet küldött delegációt. Így Joseph Kennedy, aki az USA követe volt Angliába, ő is ott volt a kisfiával, a John Kennedyvel, a későbbi amerikai elnökkel. Európából egyedül a náci Németország nem küldött képviselőt. Joseph Goebbels egyik 1939. március 4-i naplóbejegyzése szerint Hitler fel akarta mondani a konkordátumot, amikor megtudta, hogy Pacelli lett az új pápa. Mikor Mussolini kiadta a faj manifestumát, ami azt jelentette, hogy az olasz zsidókat párjává degradálták, ezt egy zsidó történész mondja, tilos volt olasz egyetemeken tanulniuk, tanítaniuk. 1930-ban az egyetemi tanárok 8%-a volt zsidó. 12. Pius a vatikáni könyvtárban számos zsidó tudósnak biztosított állást, és nagyon soknak elintézte, neves zsidó tudósoknak, kutatóknak, hogy amerikai katolikus egyetemeken kapjanak állást, és elhagyják Németországot, vagy Olaszországot. A pápa, aki nem hallgatott, mondja David Dalin. Első enciklikája, a Summi Pontificatus, egyértelműen elítélte a nácizmust, kifejezetten megemlítve a zsidókat. Ez az enciklika, írta a Gestapo vezetője Müller, Heinrich Müller, kifejezetten Németország ellen irányul. 12. Pius tiltakozott Joachim von Ribbentropnál, amikor Rómába fogadta. Aztán tiltakozott 40-ben, amikor Belgium, Hollandia, Luxemburgot megszállták a németek. 42-ben a francia zsidók deportálása ellen tiltakozott. Felszólította a nunciust, hogy tiltakozzon Petain marsallnál az embertelen letartóztatások, a zsidó deportálások ellen Szilézia és Oroszország felé.
Az, hogy ott valami jó nem történik velük, azt mindenki tudta, de az úgynevezett auschwitzi dokumentum, ami egyértelművé tette, hogy ott haláltábor van, az majd később lett úgy hitelesen nyilvánvaló, vagy azt mindenki el is fogadta. 1941-ben a karácsonyi üzenetét is úgy értékelték, mint a nácik kifejezett elítélését. 1942 karácsonyán kifejezte égő aggodalmát, idézem, e százezrek miatt, akik minden hiba nélkül, néha egyedül nemzetiségük vagy fajuk miatt lettek kijelölve a halálra vagy a megsemmisítésre. A náciknál ez hatalmas reakciót váltott ki. Ma már tudjuk, hogy Hitler 1943. 7. hónap 26-i megbeszélésén utasította a német katonákat, hogy 12. Piuszt rabolják el. Azzal az ürüggyel majd, hogy megvédik az olasz támadásoktól, és akkor meg is volt, hogy hova szállítják Németországba. 1943. október 16-án, ez volt a legsötétebb időszak a római zsidóknak az életében, a nácik elkezdték deportálni az itáliai zsidókat. 48 óra alatt, ez volt a nagy híres razzia, több mint 1200 római zsidót zsúfoltak be a halálvonatba, vitték Auschwitzba, ahol egy héttel később megölték őket. Tehát 1943. október 16-tól 44. júniusig, akkor volt a szövetségeseknek a Rómába, visszafoglalták Rómát, a deportálások folytatódtak, 2091 római zsidó halt meg a koncentrációs táborokban. De itt is a 12. Piusznak azért volt egy nagyon komoly szerepe. Ugye ez október 16-án volt a razzia. Ő már 43. szeptember 17-én egy jegyzékében figyelmeztette a római zsidó vezetőket, hogy a megszálló hatalom számára minden akció lehetséges, hogy próbáljanak elbújni és menekülni. És itt nagyon érdekes, hogy az Eugenio, vagy az Izrael Czolli, aki később katolizált a római főrabbi volt, ő is ugyanezt az elgondolást próbálta érvényesíteni a római zsidó közösségbe, hogy menekülni kellene mindenkinek, de a ottani zsidó vezetők azok annyira bíztak a Mussoliniba, hogy azt mondták, hogy nem kell, minket ő nem fog bántani. És ezért inkább a Czollival fordultak szembe. Aztán később hát ugye láttuk, hogy mi következett be. Herbert Kapler a római zsidókat aztán próbálta illúziókba ringatni, így például közölte a vezetőkkel, kettő vezetővel tárgyalt, hogyha 24 óra alatt 50 kiló aranyat összegyűjtenek és leadják, akkor nem éri őket bántódás. Tudjuk, hogy csak 35 kiló aranyat tudtak összegyűjteni, és Izrael Czolli főrabbi a pápához fordult segítségért. 12. Pius azonnal igent mondott, közölte, hogy ad aranyat a zsidóknak, és azonnal utasította a Bernardino Nogarát, a vatikáni kincstár vezetőjét, hogy intézkedjen. Ki később közölte, hogy nem volt szükség mégsem a pápai segítségnyújtásra, mert a hiányzó 12 kiló aranyat a katolikus közösségek összedobták Rómába. Végül ennek ellenére az aranyat pontosan leszállították, és még maga Kapler is a deportálás ellen volt, Berlin megerősítette a programot, október 11-én 300 felfegyverkezett SS katona érkezett Rómába, és minden pillanatban készen arra, hogy lecsapjon. És ez 43. október 16-án meg is történt, amikor a 300 géppisztolyos SS katona hatolt be a temereparti zsidó gettó házaiba, és áldozatait 1259 főt a Collegium Militaréba vitték, onnan a Tiburtina pályaudvarra, és aztán marra szállító vagonokba, Auschwitzba. 12. Pius, amikor megtudta még aznap, hogy mi történt, utasította a Majone bíboros államtitkát, hogy rendelje be a német nagykövetet, Weizsäckert. A angol nagykövet a következőt írja erről. Nagykövet titkos jelentésében a következőket rögzítette. Közvetlenül azután, hogy a római zsidók letartóztatásáról értesült, a bíboros államtitkár behívatta Németország nagykövetét, kifejezte tiltakozását. A nagykövet azonnal közbelépett. De a pápa még ebbe se nyugodott meg, tudta, hogy még ez is kevés, és utasította a Hudál püspököt, aki tudjuk, hogy náci barát volt, és később emiatt komoly bonyodalma is voltak. És ez a Hudál püspök, ez a letartóztatásoknak az azonnali leállítását kérte.
még október 17-én, tehát másnap, a Steyr tábornok a Hudál püspökkel közölte, Himmler azt a parancsot adta, hogy tekintettel Róma különleges státusára a letartóztatásokat azonnal le kell állítani. Így 1943. októberétől 12. Pius megkért, tehát ez volt az egyik, hogy akkor a többiek azok életben maradtak. De 12. Pius nem csak tiltakozott, nem csak közben járt, hanem akkor felszólította az Olaszország és Róma összes plébániáját és kolostorát, hogy rejtsék el a zsidókat. Csak Rómában 150 kolostor mindegy 5000 zsidót bújtatott el. Több mint 3000-en találtak menedéket Castel Gandolfóba, hogy ez területen kívüliséggel bírt. 60-an voltak 9 hónapig a Gregorián Egyetemen, sokan a Pápai Biblikus Intézet pincéiben. 12. Pius a menekültek százainak személyesen ajánlotta a Vatikánba a menedéket. Mindezek tanúja Mihail Tajakoczó, Izraelben élő olasz zsidó, szerinte 477 zsidó menekült a Vatikánba, 4238 római kolostoraiba talált menedéket, ő maga megszállás idején Rómában élt. Így írt, tudom, sokan vannak, akik bírálják Pacelli pápát, az én véleményem csak pozitív lehet. Ez a pápa volt az egyetlen, aki közbeszólt, hogy megakadályozza a zsidók deportálását 43. október 16-án, és rengeteget tett, hogy ezreket elrejtsen és megmentsen közülük. Sőt, 12. Pius a klauzurás nővéreknek is megengedte, hogy menekülteket fogadjanak be. Amikor aztán a háború után például Palacini bíborost 1985-ben megkapta a Nemzetek Igaza címet a Yad Vashemban, kijelentette, az érdem teljesen 12. Piusé abban, amit tettünk, aki elrendelte számunkra, hogy tegyünk meg mindent a zsidók megmentéséért. Külön is ki kell emelni a magyarországi apostoli nunciust, Monsignor Angelo Rottát, aki több mint 3000 zsidót segített megmenteni, és aki kijelentette, hogy 12. Piustól kapta erre az utasítást. Rottának egy magyar kispap volt a segítője, Baranszky Tibor, akit, mikor bejöttek az oroszok, letartóztatták, aztán nehéz helyzetbe került, 56-ban a forradalom alatt aztán kiment Amerikába, és még a rendszerváltást is megérte, mert Győrből is például rendszerváltás után egyetemistákat segített, hogy ott kint egy-két évet eltöltsenek amerikai egyetemeken, Lance Dörfer doktornő fiát is például. És ez a Baranszky Tibor, ez Angelo Rottának lett aztán a munkatársa, és azt mondja, hogy minden esetben a Szentszék utasításainak megfelelően, és 12. Pius nevében eljárva, a nuncius nem szűnt meg felemelni szavát a zsidókkal szembeni rendelkezések, zsidó ellenes törvények embertelen volta ellen. Angelo Rotta mindegy 20 000 menlevelet állított ki, amelynek következtében több ezer zsidó menekült meg a deportálástól. A németek kezébe került 3,5 milliónyi zsidóból a lotci, a varsói gettók helyzetéről, lengyelországi koncentrációs táborokról is terjedni kezdtek a hírek már 42 végétől kezdve. Amikor Hollandiában megkezdődött a zsidóknak a deportálása, akkor a hollandiai egyházak összefogtak. Katolikus, protestáns és szabad egyházak vezetői tiltakoztak, és egy tiltakozó iratot küldtek a birodalmi helytartónak. Ez a birodalmi helytartója megijedt attól, hogy most egy ilyen közös nagy manifestum jelenik meg az egyházak együtt, és felajánlotta nekik, hogy ha nem tesznek semmiféle tiltakozást, akkor a nem árja keresztényeket megkímélik. A nem árja keresztények, tehát a zsidókból lett keresztényeket, ha 1941 előtt tértek át a katolikus vallásra. Csak azt kérte cserébe, az egyházak tartózkodjanak minden tiltakozástól. Ebbe a protestánsok bele is egyeztek. De az utrechti katolikus püspök Johannes de Jong felolvastatta a pásztorlevelét 1942. július 26-án minden templomba, amelyben néven nevezte a zsidók szomorú sorsát, ártatlan férfiak és nők gyermekek deportálását, és imára szólított fel Izrael népéért, amelyet szenvedés és üldöztetés gyötör. Erre válaszként 1942. augusztus 2-án a német titkosszolgálat a zsidó származású holland katolikusokat is letartóztatta és deportálta. Ennek lett áldozata Edith Stein is, az
azóta szent javatott Terézia Benedikta nővér Európa társvédőszentje. Amikor ezek a hírek eljutottak a Vatikánba, 12. Pius már megírt egy tiltakozást ő maga is a zsidók elhurcolása ellen, két gépe a nagy oldal volt. Aztán, mikor reggel elolvasta az újságokat, és látta, hogy mi lett a holland püspökök tiltakozásának a következménye, ezt a Pascalina nővér az emlékirataiba írja, azt mondja, hogy fehér lett az arca, utána elment délelőtt, általános kihallgatások voltak, és amikor visszajött, két sűrűn teleírt papírlapot szorongatott a kezébe, bement a konyhába, az volt az egyedüli hely a Vatikánban, ahol meg lehetett egy iratot semmisíteni, irat megsemmisítő még nem volt. Beletette a kájába, és megvárta, amíg teljesen elégett, és ezt a tiltakozást, aminek az Osservatore Romano másnap reggel kellett volna megjelenni, ezt törölte. Giovanni Battista Montini, a későbbi hatodik pál, fogalmazta meg a helytartó ősbemutatója alkalmával a következőt. Ha 12. Pius nyilvánosan elítélte volna Hitlert, akkor Hochhut most egy másik drámában tudná őt majd megvádolni, mégpedig amiatt, hogy nagy szimpadias gesztusa miatt sok embert juttatott a biztos halálba. A Szentszék intézményeiben védelmében lévő zsidók is, mint később utólag beszámoltak róla, szintén azon imádkoztak, hogy csak nyilvánosan ne tiltakozzon 12. Pius pápa, mert akkor ők is elveszítenék a területen kívüliség miatti előnyüket, hogy ott meg tudtak húzódni. Már tudjuk, hogy 12. Pius elrablását is elrendelte Hitler, ezt említettem már, ő pedig megírta erre az esetre a lemondását azzal, hogy ha elhurcolják, akkor már csak pacseli viborost viszik el, nem 12. Piuszt. És még egy-két megjegyzést írtam, hogy 1938-ban a német összeesküvők egy puccsot szerveztek Hitler ellen. Akkor már látták, hogy ez a tragédiában torkolik ez az egész háború, de szükségük lett volna arra, hogyha ez a puccs sikerül, hogy a Hitlert sikerül megbuktatni, hogy akkor a nyugati hatalmak, így Anglia elsősorban elfogadja őket tárgyaló partnernek. És egyre kellett keresni valakit, aki közvetít számukra. Így 12. Pius keresték meg, hogy kapcsolatot teremtsen a britekkel, és Chamberlain kormányfő garanciáját szerezze meg. 12. Pius gondolkodási időt kért egy éjszakára, aztán reggel igen mondott. Robert Graham, neves vatikáni történész, jezsuita kutató, azt mondja, hogy teljesen tanástalanul kérdezte, azt mondja, hogyan csatlakozhatott a pápa egy ilyen veszélyes vállalkozáshoz. A Leiber atya, aki egy tanácsadója volt, meg munkatársa a pápának, azt mondta, hogy 12. Pius ebben az esetben túl messzire ment. Tehát még arra is mert vállalkozni, hogy szinte egy ilyen összeesküvésnek a része legyen, aminek hihetetlen következményei lehettek volna. És még egy megjegyzés, hogy Hochhutnak ebbe a drámájában mindig arra hivatkozik, hogy azért nem szállt volna szembe a 12. Pius a németekkel, mert a nácikra szüksége volt, hogy a kommunizmus majd legyőzze. Amikor, nagyon tisztában volt vele, hogy a Szovjetunióban a kommunizmus milyen egyházellenes intézkedéseket végzett, tisztában volt a Ribbentrop-Molotov-Paktum következményei Lengyelországban, tehát látta azt, hogy az egy teljesen egyházellenes, meg emberellenes világ, ami a Szovjetunióban van. A német követ akkor azt kérte a pápától, hogy a nácizmus, hogy megtámadta a Szovjetuniót, ezzel tulajdonképpen a kommunizmustól menti meg a hívő nyugatot, és szerették volna, hogyha a náciknak az Oroszország elleni háborúját a pápa úgy támogatná, mint egy keresztes hadjáratot. De 12. Pius ezt elutasította, és a következő megfogalmazásban előre elismerve a kijelentéseket, elítéléseket, stb., amiket a Szentszék tett, boldog lennék, ha azt látnám, hogy a kommunizmus most kivették a harcból. Ez a legrosszabb ellensége az egyháznak, de nincs egyedül. A nácizmus is folytatott és folytat egy valódi egyházüldözést. Következésképp a horogkeresztet nem lehet a keresztes hadjáratokkal helyettesíteni. Éppen ezért
ami azt jelenti, ahelyett, hogy a keresztes hadjáratok tanítását alkalmaznánk, alkalmaznunk kell azt a közmondást, hogy az egyik sátán üzi ki a másikat. És amikor véget ért a II. Világháború, és tulajdonképpen a Szovjetunióval az egész nyugat szembefordult, és kétségkívül, hogy a Szovjetunióban akkor is egyházüldözés volt, akkor viszont a nyugatiak, Truman elnök és mások szerették volna, hogyha az egyház is úgy áll az egész nyugati világ mellé, mint a szabad világ, a keresztény világnak a küzdelme és a harca az istentelen kommunizmus ellen. És 12. Pius azonban ebbe se engedte magát belelépni, tudnék, a kommunista ellenes keresztes hadjáratnak se lett a része, se nem engedte felhasználni magát, mert megfogalmazta, hogy abban az úgynevezett, feltételezett szabad világban mik azok a problémák, amikkel szintén nem tudunk egyetérteni. Ez egy nagy tanúságtétel volt 12. Pius belső szabadságának és lankadatlan védelmének az egyház szabadsága érdekében. Amikor aztán 12. Pius meghalt, utána az elején is említettem, hogy egyértelmű volt az embereknek az elismerő nyilatkozatai. Most itt a zsidó közösségek részéről szeretnék csak egy-kettőt megemlíteni. Albert Einstein írta a következőt. Amikor megérkezett Németországban a náci forradalom, az egyetemekre számítottam, hogy megvédjék a szabadságot, amelynek én a szerelmese voltam. De nem. Az egyetemeket hallgatásra szorították. Akkor a nagy újságok kiadói felé néztem. Ám őket is hallgatásra redukálták. Egyedül a katolikus egyház maradt az egyenes úton. Bár bensőmben soha nem érdeklődtem az egyház iránt, ezúttal meghatottságot és csodálatot érzek, mert egyedül az egyház rendelkezett bátorsággal és kitartással, hogy megvédje az intellektuális igazságot és az erkölcsi szabadságot. Meg kell vallanom, fenntartás nélkül dicsérem azt, amit régen lenéztem, mondja Einstein. 1955-ben az izraeli filharmonikus zenekar Rómába érkezett, hogy a Vatikán konzisztoriális termében előadja Beethoven 7. szimfóniáját, hálából a pápa és a katolikus egyház iránt, amit a zsidókért tettek. David Dalin azért írta a könyvét, mondja ő, hogy 12. Pius végül helyet kapjon a Yad Vashemben a világ igazai között. Könyvének a 153. oldalán leírja, hogy 12. Pius halálakor a különféle zsidó közösségek az újságokba írtak be ötleteket, hogy milyen módon lehetne megköszönni 12. Piusnak azt, amit írtők tett, és a következőt mondták, hogy azt javasolták, hogy ültessenek egy 12. Pius erdőt Júda dombjain, hogy méltó emléket állítsanak annak a szolgálatnak, amelyet 12. Pius végzett teljes emberséggel az európai zsidóság érdekében. Erre hivatkozva azzal fejeztem be ezt a kis írást is, meg aztán most az előadást is, hogy Yad Vashemben 12. Piusnak nem fát kellene ültetni, hanem erdőt. Köszönöm szépen a figyelmet.